Kezdhetem? Forog? Oké. Mi is volt a kérdés? Ja, oké. Nem akarok én most ilyen rossz dolgokról beszélni, ehhez én még túl fiatal vagyok, meg különben is szerintem azért egy kicsit ciki ez az egész, főleg ez a fotó dolog. De a lényeg, hogy én nem tudtam semmiről. Mondjuk engem nem is kérdezett meg senki. Azért így utólag örülök, hogy találkoztam a Tamással, mondjuk nem a Tamás miatt, hanem a Vivien miatt, mert ő a legjobb menedzser a világon, és így tök jó barátnők is lettünk. Hát nem tudom, hogy illik-e ilyet mondani, de szerintem a Tamás... Anya? De szerintem a Tamás szakmailag nem volt valami nagy szám, mert mint hogy nem volt tehetséges, vagy ilyesmi, tehát... Ja, te most szórakozol velem? Még pakolj egy kicsit, jó? Köszönöm. Szóval, hogy a Tamás szakmailag nem volt valami nagy szám, tehát volt egy régi dala, az egész jól szólt, de utána nem igazán jöttek neki össze a dolgok. De figyelj, annyit mondjatok el nekem, léci, hogy akkor most az interjú után bevágjátok a klippet is, vagy most énekeljek valamit? Tök jó. Na, akkor. Erő, mondd, miért is hadsz most elkerülsz, ez a lélek eltévedt késő, már a földön fekszem egyre, csak húz a mélység lejjebb. Sötét, körülöttem már az ég, nem így, már a sűrűköd belész, kevés. Amit eddig tettem, elbuktam, eljött a vég. Végtelen fent, tűzön, vízen, lábok tengeren át, nincsen táj, ha megégek, lesújt a végzet.
Na, pá. Elszállt az Orion, mennek én korszom, Júli ideges, mert én te szerelmes, jönnek a varantyok. Nézd, milyen tükörsimató, hogy megható. Kár, hogy nem esik a hó. Nem jön egy ló. Hogy meghalt? Nem. Engem mások magánélete érdekel. Nekem ez olyan, mint a drog. Gyakorlatilag pletykákat és titkokat eszem. Az én lapom a kávé újság. Kisvárosi újság, de én kávé újságnak hívom, mert az emberek a kávé mellé olvassák. Érti? Kávé, kisváros. Ez egy internetes blog, de úgy gondolom, hogy az írott sajtó már elavult, és a jövő az internetes blogoké lesz. Lantos Tamás egyszer bekerült a Profiligába. És képtelen volt feldolgozni azt, hogy a szerződése csak egyetlen egy idényre szól. A 90-es években az egyetlen slágere kilőtte őt az űrbe, és annyira megrészegítette a magasság, hogy utána beleőrült az óvonásba. Látja, én pont ezért nem akarok a magasban lenni. Jobb nekem itt a földön. Ne próbáljanak megállítani, mert ez a vénszivaj bánnának. Esküszöm. Ki van rúgva? Köszönöm, uram. Köszönöm.
Szép volt, fiam. Hogy hívják? Murphy. Murphy. Rendezte Fulfe Hörfni. Írta Eva Neumeier és Mike Marner. Nincs más, nincs más, csak a tűz. Végre a tűz, csak a tűz. Csak a tűz. Egyszer vártam a tüzet, és eljött. Eljött. Szerintem nem annyira. Akkor már valami.
akkor már valami, baszd meg! Akkor már valami, baszd meg! Antos Tamás nem érdekelték az emberek. Őt csak egyetlen egy dolog érdekelte. A dal, amit annyira meg akart írni, amitől az átütő sikert remélte, a nagy visszatérést, amit örökre emlékeznek rá az emberek. És ami majd talán annyi szeretetet gerjeszt, amennyi Antos Tamásnak is elegendő. Vagy ne tedd, de soha ne próbáld. Thank you.
Ahó! Jaj! Jól van? Mi történt? Jaj, de jó, hogy jön. Köszönöm, azt hiszem elzavarta. Kit zavartam el? Azt a vaddisznót. Itt vannak vaddisznók? Igen, és ekkorát még soha nem láttam. Biztos, hogy jól van? Igen, csak azt hiszem megpusztam a lábamat, ahogy elestem. Fel tud állni? Remélem. Segítsen? Megköszönöm. Biztos minden oké? Igen, csak nagyon megijedtem. Molnár Angelika vagyok. Tamás! 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 Tomi, itt van baj? Ahó! Tomi! Szia! Szia, figyelj, nem mondok véletlenül Tamás nálad? Nem, tegnap egy szó nélkül lelépett a divat bemutatóról. És azóta még nem is jött haza. Nem, téged hívtalak először. Persze, egyet nyilván hívtam, de hát nem veszi fel. De figyelj, már nem mondott neked semmit. Lehogy is. Nem tudok senkiről, nem? Nem. Jó, figyelj. Jó, most mit csináljunk? Nem tudom, mostanában nagyon furcsán viselkedik, olyan, mint hogyha titkolna valamit. Á, nem! No! A levelet, mint a férlemre, dobáljad! Remélem. Ne, ne. Ó, ne, ne, ne. Kérem, ne. Jaj, 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 jaj. Szerintem nagyon tehetséges vagyok. Szerintem meg ez lett marha jó. Egyébként meg te is tehetséges vagy. Remek. Viszont kezdek fázni, visszamegyünk a házba. Viszel úgy, mint az előbb. Holnap meg azt a jelenetet vegyük fel, tudod, a cápa egyből, az elején. Amikor a csajt dobálja a cápa, mesztelen. Ja, persze. Csak egy figura vagy talán. Kérdezhetek valamit? Nem. Tényleg nem ismertél meg? Jaj, ne haragudj, de tényleg, csak az már olyan régen volt. Azóta én felnőttem. Te pedig megváltoztál. Hogy érted azt, hogy megváltoztál? Jaj, ne haragudj, de tényleg imádtam azt a dalt. De tényleg. Azért ez olyan szar. Mert azt elfogadom, hogy nem szeretett mindenki, de azt hittem, hogy legalább emlékeznek rá. Hát nem volt. Ide a kutat láttad, ne? Persze. Nagyon jó volt. Kadok, hogy megvolt? Megvolt, de megvolt az ötlő, hogy én is meg szerettem. Ha. Dióda hármat szám. Arról akartam klippet. Megvan? Megvan. Miért kell, hogy így legyen? Miért kell, hogy felelésünk? Csak a zene van, mondjuk ezt elég szoktam. Miért kell a szerelem? Miért kell, hogy így legyen? Miért kell az ölelés? Csak a zene van. Gyere nyugodtan.
Miért kell, hogy te legyen? Miért kell, hogy ti legyen? Miért kell az ölelés? Csak az öle van. Akkor most acinom, vagy sem? Nem mondod, hogy még szomjas vagy. Ne viccelj, még csak most kezdek belejönni. Szeretlek. Hova pisilhetek? Tényleg bárhol. Jó, ott van a lépcső alatt. Kösz. Nézhetem? Nem, még. Majd húzd le előtte! Drága. Na végre már. Szia. Szia, Csuki Pók, szia. Na, Mizu édesem, van valami hír az emberről? Az égvilágon semmi, hívom, de nem veszi fel azt a rohadt telefont. Nem hiszem el, figyelj már, nem beszéltetek erről? Nem volt furcsa, vagy ilyesmi? Hát, tudod, hogy ő mindig furcsa, soha nem lehet tudni, hogy mi jár a fejében. Ó, drágám, hát végül is csak te élsz vele, vagy 10 éve. Hát éppen ez a bajom, nem érted, hogy nagyon rossz érzésem van? Tűnt már ő el napokra, de soha nem így, valami nagyon nincs rendben. Figyelj csak, mit csináljunk, hm? Hívjunk rendőrt, édes. Azt hittem, te majd megmondod, édes. Passz! Passz meg, akkor hívjunk! Most komolyan, mi bajunk lehet? Jó, hát akkor hívjunk. Figyelj, nekem muszáj valamit csinálnom, mert azt hiszem, hogy megmondulok komolyan. Remélem, hogy van időd ma. Hát figyelj, nagyjából egy kicsöng, óra múlva... Kicsöng. Tudod, mi az indián neve? Van indián neve? Mindenkinek van. Ne halljuk. Disznók elől menekülő. Akkor te vagy a disznók elől megmentő? Jó, hagyjuk. Nézd! Milyen füstjelet adok? Nem tudom. Kérsz még fagyit? Így is van! Köszönöm. Szóval, elállod, hogy igazából miért is vagy itt, és egyáltalán hogy kerültél ide? Számít? Igen, nekem számít. Már? Mert régóta te vagy az első férfi, akivel úgy érzem magam. Több finya. Szóval szeretném tudni, hogy meddig tartod az örömöm, mire számíthatok. Nem áll, bazd meg. Most akkor idézni fogsz a kis hercegről is? Hát, végül is megszeridítettél. Azt a kurva. Te emlékszel, amikor összejöttünk a Tamással? Emlékszel, hogy mit mondtam neked? Megmondom, hogy mit mondtam neked. Azt mondtam, hogy ezzel aláírtam a saját halálos ítéletemet, és igazam lett, nem igaz? Gyűlölöm, hogy nekem mindig igazam van, érted? Gyűlölöm. Egyszerűen képtelen megnyílni a csávó, érted? Az a baj, hogy engem ezzel arra kényszerít, hogy az ő szabályai szerint játszak, tudod? Csak hogy nekem ez nagyon nehezen megy. Én próbáltam, sikerült, nem sikerült. Lófasz sikerült. Egyszerűen képtelen vagyok feldolgozni ezt az egészet, de tényleg. Szerintem ez a csávó azt hiszi, hogy nekem tök könnyű. Simán lebontogatom a saját falaimat, érte? De ez nem így van. Tudod mit? Én imádtam a 90-es éveket. Ezt a tök sok jó audio kazettát, meg a VHS-eket, tudod, a hangalemondással. Az jó volt. A lehetőségek. Még bármi lehet, tudod. Ja, meg sok király színész. Stallone, nem is kell mondanom, Schwarzenegger, meg a Mel Gibson. Te tudtad, hogy én színész akartam menni? De nem ám ilyen tudod, ilyen hazai szar, hanem igazi rendes hollywoodi, érted? Nem. Mármint értem, csak nem tudtam. Egyszerűen imádta a 90-es éveket. Csajokat. A saját fiatalságomat. Meg a kis üveges kólát, meg a Donald Drágot, tudod, amiben képregény volt. Hát, szerettem akkor élni, na. Kár, hogy az utat gyakorlatilag meghalt. De hogy halt el neked? Itt vagy velem.
meg hogy én milyen szép vagyok, meg milyen szerencsés vagyok, és hogy még azt is én kapom az élettől, amit ő kér. Ja, persze, hát hogy oda ne rohanjak, az összes bányarém barátnőmnek, bazd meg, már mindegyiknek van családja, meg férje. Én meg mit kapok az élettől? Kapok egy olyan palit, bazd meg, aki fűvel, fával megcsal. És mit szólok érte? Semmit! Hát én tök jó fej vagyok, tök liberális szellemű, bassza meg. Hallod? Figyelj már, te emlékszel a Zsoltikának a feleségére? A Zsoltinak van feleség? Ma, hát, képzeld el, hogy a Tamás úgy levarta a Balatonon a kis csajt, hogy úgy maradt. És annak meg még volt pofája, és az én vállamon sírta ki magát, hogy jaj, mi lesz vele, hogyha a férje megtudja. Én állat meg még kifizettem neki az abortuszát, érted? Mert nem vagyok normális, bassza meg. Tök hülye vagy. Figyelj, ez a csávó, ez annyiszor megalázott már, hogy... Annyiszor embert nem lehet megalázni, és én mit szólok érte? Mit szólnék? Megbocsátok neki! És miért bocsátok meg neki? Mert ígéretet tettem saját magamnak, hogy kitartok mellette a végsőkig, bassza meg. És tudod, amit én megígérek, azt én általában be is szoktam tartani. Elmesélte, hogy a Vivien, a barátnője, nagyon erőltette ezt az egészséges életmód dolgot. A biokajákat, semmi cukor, le kellett szokni a cigiről. No, alkohol. Műsorvezetőt akart belőle csinálni. Pedig a Tamás csak énekelni akart. Az álem jó, az álem jó, az álem jó, az álem jó. Sole mio, gran proio al suo, o sole. Azt hiszem, hogy a Vivien a maga módján jót akart neki. Tudod, hogy miért nincs gyermekünk? Hm? Mert ez a gyökér kijelentette, hogy ő nem akar. Neki nem kell egy visító kis szarógép, mert neki nem fér bele a világ megváltó nagy művész életébe. De szerinted egyszer is az életben megkérdezte tőlem, hogy én mit szeretnék? Szerinted ennek egyáltalán van fogalma arról, hogy mekkora kín egy nő számára a gyermektelenség? Ha? Hát én is akarok családot, bassza meg! Én is szeretnék anya lenni, és gyerekeket szülni, és végignézni, ahogy felcseperednek, meg felnőnek. Hát ez a buzi, ez mindent elvett tőlem. Gyakorlatilag rááldoztam az egész életem, amikor a menedzsere lettem. És még ő az, aki bulkál. Még ő menekül előlem, mintha én kergetném. Hát rohadjak meg, hogy csak ha egyszer találkozzak vele, én úgy beolvasok neki, hogy a pofája leszakadt, komolyan mondom. 1999. szeptember 16. Bemutatták a Star Wars igazi első részét. Megvan? Láttad? Nem. Mi gondolta volna? Bajós árnyak. A címében is benne volt minden. Elég jó kezdődött. Benyeltem az Ewan McGregort. Egyébként még le tudták nyomni a torkomon a Liam Neeson-t is. És egyébként már azt hittem, hogy minden rendben van. És visszakapok valamit az életemből. Aztán? Aztán megjelent a kibaszott Jar Jar. Kicsoda? Jar Jar Binks, ez a hosszú fülű, nyúlszerű basz. És elbaszott mindent. Végérvényesen meghaltam. Akkor romlott el minden. Mert egyszer csak így... Azt éreztem, hogy megöregszenek, vagy eltűnnek, vagy meghalnak az ikonjaim, és elvesztem az összes kapaszkodót ezzel együtt. A Star Warsból egy ilyen rajzfilm szar lett, vagy egy ilyen Lego fos. Én meg ott álltam, és már tudtam egyébként, hogy nem leszek színész. És nem azért, mert fizikailag lehetetlen, hanem azért, mert már nincs miért. Az évek nem csak a lehetőségeket veszik el, hanem a mi érteket is. Bazd meg! Alkonyat! Komolyan!
Justin Bieber, bazd meg, Gangnam Style. Most szex se érdekel. Nem is áll fel. Akkor meg minek? Semmi baj, csak azt kérem, hogy menj el. Ne csinálj, ki akarsz dugni ilyenkor? Nem akarok kiugni, csak nem akarom, hogy itt legyél, tudod? Ez van. Nem várj, nem te rosszul esik. Értem, hogy rosszul esik, de te akarsz. Gyere, vissza menni. Nem bújok vissza, és már meg. Nem vagyok jól, tudod? De hát akkor hadd segítsen. Nem tudsz segíteni. Mondd, hogy mi van? Hozzak vizet? Ne hozzá vizet, hanem menjél el! Érted? Ennyi? Menjél el! Süt volt, hogy valami baj van. Nem süt, bazd meg! Hanem menjél már el a kurva anyádba! Miért nem érted meg? Ezt nem hiszem el. Én vagyok a fiú, hogy leállok egy ilyen faszat! Húzzál már innen! Ne izguljál! Dögölj meg itt egyedül! Itt van még mindig! Menjél itt az övet! Menjél már el! Itt van a szarod! Menjél el! Nem haragszom rá. Volt, amikor gyűlöltem. De aztán sokat beszélgettünk.
És nagyon sok mindent elmondott nekem. Többet, mint másnak. Nem mondott el mindent. De elég sokat. Azt hiszem, hogy Steve-ből őszintén beszélt. És aztán megértettem. És már nem tudok rá haragudni. Maga házas? Nem? És nem is volt? Gondoltam. Akkor magának nem sok fogalma van erről az egészről. Akkor maga csak azokat az idióta tévéreklámokat látja. A boldog családokkal, meg a nevető gyerekekkel. Akiknek a pelenkájában a kaki kék, és nem büdös. És még véletlenül sem mutatnak olyat, amikor a férfi, a férj, illetve eldöpögné, vagy elpinkaná magát. Pedig higgy el nekem, hogy egy földi férj ebben a világban csak böfög meg tingik. Meg a tévé. Ez az idióta tévé, meg a hülye sportműsorok, meg a sör. Meg a sör, meg a sör, meg a sör. Aztán áthívják az idióta haverjaikat, és együtt telefingják, meg telebefögik a lakást, mintha az olyan vicces lenne. És akkor nincs az a nanotechnológiás, mikromolekuláris izé, ami előzné azt a bűzt. És a gyerek is büdös. Nyuszika? Igen. Emlékszel a rendőrcsávóra, akiről meséltem? Igen. Na most hívott. Néhány napja látták Siófok közelébe Tamás autóját. Mi van? Mondom komolyan, Tamás autóját látták Siófokon néhány napja. Mi a fasz csinál Siófok közelébe? Mit csinálsz már benne ennyi ideig? Semmi. Egy órája benn vakarózol. Jó, hát csinálok fel új képet Face-re. Na, csak nehogy feltegyél nekem oda valami baromságot. Adjál már, dehogy teszed. Na, gyere ki, nem érek rá. Mindjárt. Nincs egy göncöm se, amit felvehetnék. Hes. Borzalom. Miért? Hova készülsz? Na, de most komolyan. Megvetted azt a ruhát, amit kinéztél? Persze, hogy nem. Megmutatod? Dehogy mutatom, ne idegesítsél. Én fizettem, gyakorlatilag az enyém. Na. De ugye most nem azt akarod felvenni. Hes. Csak mutasd meg, légy szíves. Na. Soha. Gyerünk. Hes.
kapok. Na, az mi? Ez ki a faszom. Ahó? Igen? Ahó? Csoklom, igen? Itt lakom a szomszédban. És a mi kis vendégszerető közösségünkben az a szokás járja, hogy házi almás süteménnyel köszöntjük az ide látogatókat. Komolyan? De! És van egy másik szokás is. Igen? De! És ez is házi. Mm. Szuper. Jaj, de neveletlen vagyok. A nevem Petőné Száraz Edit, a barátaimnak csak Edó. Hát, és te hozta nálam, kedves Petőné Száraz Edit. Edó? Nézd, én 4 éve elváltam, de ezeket a dolgokat nem lehet nem megtörténté tenni. Ezek beleivódnak az embernek a bőrébe. Én csak próbálom az elejéről elmagyarázni, hogy miért. Hogy miért tettem. Nem akarok mentegetőzni, vagy ilyesmi, Isten őriz. Csak azt akarom, hogy lássa, hogy az élet nem babakék, hanem fosbarna. Hogy egy hozzám hasonló nő egy idő után arra kényszerül, hogy... felőröl minket ez az élet. És utána nincs semmi. És bármibe belekapaszkodunk, ami csak egy kicsit is képes emlékeztetni a régi önmagunkra. Ami visszahozza az álmainkat, az életet. Azt a zsenge, csinos kislányt, aki valaha voltam. Valaha. Ja. Ez jó. Tudod, miért szeretek videózni? Talán mert nem ismered a DVD-t? Azért, mert amikor egy szarba kerül a főhős, akkor vissza lehet tekerni a legelejére, amikor még minden rendben van. Ezt a DVD is tudja. De az szar. Rögtön odaugrik. Nem. Itt vissza lehet tekerni, a sokkal jobb. Uncsi? Hát figyelj. Az mi? Káma szútra? Nem. Az a nagy indián könyv. Minden kis hülye álma. De le vagy maradva. Ezt olvasod? Ezt. Egy csávot úgy hívja belőtt bőrbarisnya. Elég búzis, nem? Gondolod? Köszönöm, Harry. Köszönöm. De engem nem annyira a vadász ügyességemért hívnak vadülőnek a delavárok, mint inkább azért, mert eddig csak a vadakon próbáltam ki a puskámat, és embereken még soha! Figyelj! Kérdezhetek valamit diszkrétet? Nyugodtan. Te ölti Mambert? Mi? Azt mondják, aki még nem ölt embert, az nem is élt igazán. Olyan? Nem hallottad? Lehet, hogy így sem. Nagyon kurva jól hangzik. Figyelj, nincs kedved megölni valakit. Most? Most. Na, hogy? Tök mindegy, de szerintem valahogy stílusosan. Akkor csináljuk kalapáccsal. Na szar. Még lehetne inkább nyíllal. Te tudod, hogy kell?
faszban, ezt mindenki tudja. Fogsz egy botot, még ráraksz, kifeszíted egy szárított űrűbéllel. Űrűb? De akkor még megtalálunk egy űrűt, és akkor kiszállítjuk a belét. Szerintem az túl bonyolult. Minden esetre szerintem menjünk, és akkor majd így improvizálunk. És akkor jön ő. Jön Lantos Tamás. És egy csapásra megváltozik minden. Igaz, hogy csak egy napra. Nem is vagyok rá túl büszke. De ő szivárványt csinált a Fosbarnából. Visszaadta az életemet, az életkedvemet. Föntámasztotta bennem a nőt. Ez jó lesz. Szar. És ez? Szar. Nem ígérek semmit. Megpróbálhatjuk. Nyugi! Szedek gumit! Na, ezt nem fogja elhinni. De nyolcadikban mindenki szerelmes volt belém. De még a lányok is. Komolyan. Na, és írt nekem valaki egy szerelmes verset. Nem tudom ki. És azt írta benne, hogy kék szemű angyal. Hát most nézze rám. Hol van az a kék szemű angyal? Nem látja, ugye? Lantos Tamás látta. Kékszemű angyalnak hívott. Megbaszlott, te kékszemű angyal! Pedig soha nem meséltem neki erről, esküszöm. Van egy zsepid? Van. Hol? A táskámban. Hol a táskád? Az van. Hol a ház? Az én megváltóm a Lantos Tamás volt. És higgy el, hogy minden nő arra vágyik, hogy egyszer az életben egy ilyen férfi megváltsa. A többi az pokol.
azt tényleg nem is szóval. Honnan faszom bújjatok elő? Ezek szerint akkor tegeződhetünk. Ne arra úgy. Csak ez nekem már tényleg sok. Nem vágom, hogy most itt van, de... Megy. Na? Mit tettek érted véletlen idegen? Az anyámat keresem. Véletlen idegen. Ez még elég jó, nem? Véletlen nem idegen. Tudom, de szerintem egy kicsit most bevették fel. Felírom. Véletlen idegen. Miért írod fel? Valami költő vagy, vagy mi? Nem, zenész vagyok, hogy dalszövegíró. Te? Aha. Én popstár akarok lenni. Az tök jó. Én is. Mit csinálsz? Nem megyek. Igazi popstár, túl nagy a tél. Igazi popstár, felnőtt a stíl. Igazi popstár, sokat remél. Szuperstár, szuperstár. Te vagy a képen? Ja. Basszus, meg egész jól nézel ki. Énekelj valamit, légy szíves. Biztos, hogy nem. De miért nem akarsz énekelni? Mert nincs kedved. Nincs olyan, nincs kedved. Én bármikor szívesen énekelek, ez nem jó, hogy nincs kedved. Lehet, hogy nem jó, de attól még ez van. Pedig én azt szeretném, hogyha tanítanál, vagy ilyesmi. Tök jó, neked már volt dalod, meg slágered, meg videóklipped, minden ilyesmi, meg rajongóid. Én is ezt akarom. Híres énekes szeretnék lenni, de olyan, akit mindenki szeret. Az jó lehet. Aha. Van példaképed? Nincs. Pedig azt, hogy nem lehet. Példakép nélkül nem lehet. Jó, hát olyanokat szeretek, mint Selena Gomez, meg Miley Cyrus. Életemben nem hallottam. Hát, mert ők fiatalok. Jó, de tudnak énekelni, vagy van karizmájuk, vagy van bennük nagyság? Hát ők mindketten inkább ilyen alacsonyabbak. Aha, kurva jó. Uh-huh. Az a lényeg, hogy motiváljanak. Ja, motiválnak. És neked ki a példaképen? Ez a pedó. De ő az, nem? Aki ilyen kisgyerekeket van. Nem az. Ő az, aki az első videóklipet megcsinálta a világon, tudod? De ő az, aki annyi Grammy-díjat kapott, mint senki más az egész kibaszott világon. Ő az, aki az zenével összehozta a feketéket, meg a fehéreket. Meg ő az, aki a legjobb, a legnagyobb, a legüber királya. Uh-huh. Hát akkor tényleg kár, hogy pedó. De ugye nem arra motivál, hogy rám mász, hogy ilyesmi? Nem. Hát akkor mire? Nem, semmire. Nem motivál semmire? Nem, idegesít. Miért? Akkor fiatalabb voltam, akkor mindenben rá akartam hasonlítani. Úgy énekelni, meg úgy táncolni, meg egy csomó ideig úgy is akartam kinézni. Jézusom! Tudod, itt van ez a király. És az utóbbi 10 év nem szólt semmi másról, csak arról, hogy hogyan alázzák meg hogyan csináljanak belőle hülyét a tévében, a médiában, hogy ő a pedofil lény. Uh-huh. Elég gázés. Nem értettem, mi akarok kikodni, igaz? Nem tudom, hogy most keresnem kéne valami rejtett tartalmat, hogy... 2009. június 25-én egy barátom felhívott azzal, hogy gyorsan kapcsoljunk be a tévét, és akkor a híradóban elmondták, hogy az én ikonom, a személyiségem egy része, Michael Jackson meghalt. És tudod, mit csináltam akkor? Nem tudom, honnan megsirattad, vagy ilyesmi. Kimentem a vécére, mert nagyon kellett. Fúj! Visszajöttem, csináltam magamnak egy kávét, gondoltam, hogy na most berekapandni, jó, Michael Jackson. Puffa Billie Jean, elindítom. Jön egy SMS a telefonomra, hogy megint nullám van a bankszámlám, vagy mínuszba kerültem, tökény tudja is. Fölmentem a honlapra, hogy most mi legyen. Billie Jean pauze, csajom éppen akkor kelt, kérdezte, van-e kávé, én mondtam, hogy nem érdekes, meghalt Michael Jackson, azt mondja, tök jó, de van-e kávé. Megnéztem, mit csinálok az interneten, akkor elkezdett velem balhizni, hogy megint szarva kerülünk anyagilag, és akkor felhúztam magam. Eltéptem otthonról, de nem ez a lényeg, hanem teljesen kiment a fejemből ez az egész. Azóta sem hallgattam Michael Jackson dalt, és csak másnap délben jutott eszembe, hogy mi történt, amikor megrendeztem a híradót. Vagyis? Figyelj, hogyha egy ekkora sztár, egy
Michael Jackson kaliberi figura 10 percig sem fontos az embereknek, miután meghalt. Akkor mit akarok élni? Akkor neked most valami motivációra van a legnagyobb szükséged, ugye? Rám férne valami löket. Akkor figyelj! Oly rég történt, rohanó könnyek tengerén. Nemrég még bús voltál, ez az a perc, hol fel kell állj. Sok száz lélek megtört már, legyen álmod valóság. Kövess szíved, mire vársz? Szia! Nem történt semmi. Mit képzeltél? Jó van, akkor legyek én a fasz. Na. Gyere be. Jézusom, dehogy is, én még csak 16 vagyok, és tudom, hogy ez mostanában menő, de én egyáltalán nem vagyok oda az idősebb csávókért. Úristen, fúj. A Tamás meg különben sem volt az esetem, úgyhogy nem volt köztünk semmi olyan. Már ezerszer elmagyaráztam mindenkinek. Neki éppen motivációra volt szüksége, én pedig hát szeretek segíteni az embereken. Egyszerűen ilyen vagyok. A kurva anyámat. Mi van? Nekem legalább van orrom. Nyilván az Angi nem mondta, de nagyon közel állunk egymáshoz. Edóval nagyon jó barátnők vagyunk. Ugye? Nem? Érthető. Sőt, azt hiszem, hogy ő a legjobb barátnő. De mondjuk ez nem volt mindig így. Belecsalt a férjem. És hát egyszer itthon kaptam rajta őket. Szép történet, mindegy. Aztán egy darabig együtt éltek. Aztán amikor az Angi terhes lett, akkor az a féreg tőle is lelépett. Akkoriban ápolónőként dolgoztam, és a Anginak az abortuszánál nem ment minden simán. Kipakolták. Sorsfint arra, hogy én ápoltam őt. Megsajnáltam. Nagyon közel kerültünk egymáshoz. Hát ez nagyon durva. Szeretek egy kávét. Jó. És tudod, mi a legrosszabb az egészben? Én a legjobb éveimet elfelejtettem megélni. Próbálkoztam, meg végignéztem, de valahogy nem voltam benne. Mindig azt hittem, hogy ez még nem az, hogy ennél még lesz jobb. Ez még mindig nem az, és aztán valahogy elmúlt. És az az igazság, hogy ezt
nem lehet visszatekerni. Érted? Én ezt elbasztam. Hát... sajnos, ezzel nem vagy egyedül. És ezért vagy itt? Azért vagyok itt, mert egy-két, mit tudom, hány napja ott voltam ezen a szar divat bemutatón, tele sznob gyökérrel, és egyszer csak észrevettem a tömegben az egyik volt általános iskolai osztálytársamat, a Kürtös Csabit. Ő most már doktor Kürtös. És akkor így odajött hozzám, és akkor elővett egy fényképet. De nem ám ilyen elektronikus szart, hanem ilyen igazi papírképet. És akkor megláttam magam 11-12 éves koromban. És az a szar, hogy azt láttam a szememben, hogy én boldog vagyok. És azt éreztem, hogy nekem semmi közöm ehhez a gyerekhez. De semmi. És akkor kiakadtam, és akkor odaszaladtam az autómhoz, beszálltam, és azt mondhatom, menjek innen a francba. De nem tudtam sehova sem menni, és akkor órákon keresztül csak sírtam. És akkor eszembe jutott ez a ház. 8-9 éves lettem, amikor itt nyaraltunk az anyámékkal. Az apám még élt. Az anyám meg még nem örült bele a lakáshitelben. Meg borsólevest főzött, meg rántott húst, és úgy gondolt. Az apám meg ott horgászott a stégen. És én azt éreztem akkor, hogy boldog vagyok. Egy rohadt indián fejdísz volt rajtam, meg a vadőrőt olvastam, és azt éreztem, hogy boldog vagyok. És azért vagyok itt, mert... Azért vagyok itt, mert azt gondolom, hogy itt fel tudok menni ezt a fonalat. Ezt érted? Hogy vissza tudom neked. Ezt érted? Ezt érted? Thank you.
nincs más, nincs más. Élet rablás, nincs más, nincs más. Élet rablás, egy tó, egy ház, egy szó, egy láz. Nincs más, nincs más. Ő az exed? Az a menedzser? Király, bemutatsz neki? Ja, bocs. Na, sziasztok, én léptem. Lili. Kövágy! Lili. Bocs. Tudod, ez az egész itt, ez a pár nap, hát, hogy mi volt, úgyhogy mi lehetett volna, meg hogy mi lesz. Én esküszöm, hogy semmi más nem akartam, csak elvonulni. Tudod, egyedül lenni egy kicsit. Megtalálni önmagam, vagy mi. Megpróbálni, élni akarni. Írni egy dalt. Lehetőleg valami nagyot. És ennyi. Nem csinálni bajt, nem kavarni senkivel. Egyszerűen csak lekapcsolódni a rendszerről, átgondolni, tudod, értékelni, helyére tenni a dolgokat. Kiélvezni, amit lehet, méghozzá úgy, ahogy kell. Érezni az ízeket. Meghallgatni végre egy kurva Michael Jackson nótát. Újraolvasni a vadölőt. Régi VHS videókat nézni, és közben oda-vissza tekergetni őket, meg ilyenek. Érted, hogy mondom? Béregteleníteni. Különben is. Az élet egészen mást ígért. Eredetileg arról volt szó, hogy minden rendben lesz. Hogy nem lesz baj. Aztán meg minden olyan bonyolult lett. És összekavarodott. Az idő meg először nem számított. Most arra viszont elfogyott, és csak ketyeg ez a szar, és minden tik meg tak egy újabb szög abba a rohadt koporsóba. És te már hiába akarod. Hiába akarsz görcsösen letenni valamit a világ asztalára. Hiába erőködsz azon a kurva dalon, amitől azt várod, hogy majd mindenki a szívébe zár és örökké emlékezik rád. De ha valami nem jön, mert nem kapod, akkor az nem jön. Miközben meg persze látsz másokat, akiknek jön, akik
ki kapják könnyedén. És egy ideig még elhiszed, hogy egyszer talán te is közéjük fogsz tartozni. De aztán megjön az a kurva tik meg tak, és végül be kell látnod. Be kell látnod, hogy átvertek, hogy sosem fogsz közéjük tartozni. És hogy még annyi emlésem leszel, amennyire az ember legalább még szarik egy jót. Mindegy. Tudod mit? Fogadj meg tőlem egy jó tanácsot. Soha se ítéljél egy lúzert. Egyszerűen csak bocsáss meg neki. Még szerencse, hogy vesztettél, nem az én hibám.